Román István lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalt vezető, kormány megbízott. A tisztségre a miniszterelnök jelölte ki a korábbi agrár szakképzésért felelős helyettes államtitkárt. Az új kormány megbízott első interjújában úgy fogalmazott, kiemelt figyelmet fog fordítani a megye foglalkoztatási helyzetére, a vidék fejlesztési lehetőségeire. Az elmúlt hónapokban a közigazgatásban folytatódott a bürokrácia és a rezsicsökkentés, a lakosságot és a vállalkozásokat érintő illetékdíjak csökkentek, vagy megszűntek, a kormány ablakok pedig ügyfélközpontú szolgáltatásokat nyújtanak mára. A stúdióban köszöntöm az új kormány megbízottat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálunk a kinevezéshez. Kormány megbízott úr, mekkora feladat lesz a megyét vezetni? Köszönöm szépen a gratulációt. Én azt gondolom, hogy egy óriási feladat és óriási felelősség. Egy nagy megye vagyunk, egy stratégiai elhelyezkedésű megye. Én úgy látom, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem a kormányzat szereplői, maga a miniszterelnök úr is így gondolkodik erről a megyéről. És hát az a rendkívüli szerteágazó feladat, amit el kell látni a kormányhivatal munkatársainak, az nyilvánvalóan egy nagyon komoly feladatot, kihívást jelent személy szerint számomra is. Én bízom benne azért, hogy az elmúlt években ezen a területen megszerzett tudásom, akár a közigazgatási munkámra gondolok, a Földművelési Minisztérium helyettes államtitkáraként, de nyilvánvalóan a megyei közéletben korábban betöltött szerepem, a ből adódó helyismeret is segíteni fog ennek a munkában, a munkának az elvégzésében, a sikeres elvégzésében. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ugye két területen is szerzett korábban tapasztalatot, és akkor egy picit beszéljünk arról, hogy az előző parlamenti ciklusban is képviselte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét országgyűlési képviselőként. Ez a feladat mennyiben lesz más? Hogyan tudja ugyanazokon a sarokpontokon képviselni a megye érdekeit, de mégis más feladatkörben? Én a munkámat kifejezetten az első néhány hónapban arra szeretném elsősorban fordítani, hogy az a hivatalrendszer és a hivatalrendszer által ellátott feladatok, amelyekkel nekünk foglalkozni kell, azok minél magasabb színvonalon, minél több emberhez el tudjanak jutni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években végbe ment változások, azok óriásiak voltak a közigazgatás területén, jóval ügyfélbarátabb lett az ügyeknek az intézése. Visszagondolunk a régebbi évekre, akkor egy-egy ügy elintézéséhez 4-5 hivatalba kellett mennünk, ugye most pedig az egyablakos ügyintézéssel ezt a megye nagyon sok pontján meg tudjuk tenni. Tehát a feladataimnak egy jelentős részét elsősorban arra szeretném koncentrálni, hogy ezek a hivatalok a munkájukat minél jobban tudják végezni, és ugye hát arról még akkor nem is beszéltünk, hogy mindenféle fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódóan hatósági engedélyeknek a kiadása, azoknak a segítése szintén hozzánk tartozik. Tehát ez egy olyan óriási háttérmunka, amit el kell látnunk, amit hogyha jól végzünk, akkor az meg fog jelenni a megye gyorsabb ütemű fejlődésében is, és természetesen kormány megbízottként a megye minden fontos ügyét szeretném felkarolni, és a korábban megszerzett, kormányzati munkában megszerzett kapcsolatrendszeremen keresztül, valamint jelenlegi beosztásomon keresztül képviselni. Jó, akkor mi is beszélünk erről egy picit, vagy ez utóbbiról egy picit. Ugye, ahogyan én itt idéztem az első interjúban, azt mondta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy nagyon érdekes és kettős helyzetet lát, mondjuk a foglalkoztatás terén. Egyrészt fellép egy jelentős mértékű munkaerőhiány, másrészt pedig, és akkor egy picit az előző posztjához is köthető, vagy kapcsolódik az a jelenség, hogy itt ebben a megyében országos viszonylatban még mindig elég magas a szakképzetlennek aránya, vagy azok aránya, akiket be kellene vonni valamilyen szakképzésben, és valamilyen módon az agráriumhoz is köthető ez. Én a foglalkoztatási adatokat nézzük, és vagy magát a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy olyan problémákkal kell szembenéznünk, amilyen problémákat évekkel ezelőtt még csak irigyeltünk. Évekkel ezelőtt egyes dunántúli megyékben volt az jellemző, hogy munkaerőhiány van. Napjainkban ott tartunk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is például vannak olyan szakmák, nem kevés, ahol tudnának felvenni a cégek munkaerőt, és ez egy óriási kihívás a hivatalunk számára, hogy ezt a munkaerőt ezt egyrészt képezzük, másrészt pedig ki tudjuk közvetíteni a gazdasági szféra irányába. Ez évekkel ezelőtt, ha visszagondolunk, ez egy ilyen elképzelhetetlen helyzet volt a megyében, ma viszont ez van. Nem mondom azt, hogy minden a legtökéletesebben rendben van, meg azt sem mondom, hogy itt nincsen nagyon sok tennivaló is a foglalkoztatás területén még, de az mégiscsak egy nagyon újszerű és biztató jelenség, hogy ma már nem csak munkanélküliségről beszélünk, hanem a foglalkoztatás bővüléséről, és arról, hogy megjelentek a hiány szakmák Szabolcs megyében is.
Emlegettem az agráriumot, ugye itt az agrár szakképzésben, de úgy általában véve a szakképzésben is jelentős változás volt az elmúlt években. Hogyan lehetne ezt tovább úgy alakítani, javítani, módosítani, hogy a fellépő munkaerő hiány ne jelentsen gondot bizonyos szektorokban, vagy kevésbé jelenthessen gondot bizonyos szektorokban. Én tudom, hogy ehhez szorosan kötődnek a bérek is, és az a bérrendezési folyamat, ami elindult az elmúlt években és a következő években kell, hogy folytatódjék. Az elmúlt több mint 3 évben a Földművelési Minisztériumban végzett munkám, az nagyon sok ilyen irányú tudáshoz hozzájutatott. Ugye a Nemzetgazdasági Minisztériummal nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk a szakképzés megújításán és a szakképző intézményrendszernek a fejlesztésén. Engem nagy örömmel tölt el, hogy itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azok az agrárszakképző intézmények, amelyek itt felelősséget vállaltam, többségében valamiféle fejlesztési beruházás elindult, vagy előkészítés alatt van, elnyert pályázat van rá például. A Baktól-Orántházán infrastruktúrális fejlesztése 3 pályázatot is nyertünk. Máté Szalkán szintén egy nagyon komoly megújítás fog következni, Nyíregyházán tornacsarnokot újítottunk fel közösen a várossal. Tehát ez a feltételrendszer, hogyha jobbá válik, akkor nyilvánvalóan szívesebben választják ezeket a szakmákat a fiatalok. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy ezekben a szakmákban ma már megélhetést képesek nyújtani, és egy-egy jobb szakember, egy-egy ügyesebb mondjuk mezőgazdasági gépész, az nagyon könnyen el tud helyezkedni. Viszont a közigazgatásban az elmúlt években megindult egy jelentős bérfejlesztés, akkor még erről egy picit csak kell beszélnünk, mind a mellett, hogy ezzel párhuzamosan látjuk azt is, hogy egy nagyfokú digitalizáció vagy egy elektronikus rendszerre való átállás is megjelent a kormányablakoknál. Ezek hogyan folytatódhatnak a jövőben? Szeretnénk azt, hogyha a szolgáltatások azok minél közelebb kerülnének, és minél több ember számára elérhetőek lennének. Ugye ennek az egyik útja a mai világban az, hogy elektronikus alapra helyezzük az ügyiratoknak a mozgását, amiben óriási előrelépések történtek, másik pedig az, hogy közelebb visszük az emberekhez azokat az ügysegédeket, azokat a munkatársakat, akikkel fel tudják venni a kapcsolatot, és akiktől azt várhatják, hogy az ügyüket elintézik. Azt gondolom, hogy amegyében a kormányablakok, valamint a kihelyezett ügyfélfogadások ezt nagy mértékben segítik, és itt is jó hírről tudok beszámolni, mert a minden jól megy, akkor évvégig újabb 3 kormányablak nyílhat a megyében. Egyrészt a Kemecsei járás hivatal megépítésével kialakítása kerül az ottani infrastruktúra. Kormányablakot fogunk nyitni Nyírlugoson, és a vasútállomáson is előkészítés kialakítás alatt van egy újabb kormányablak megnyitása Nyíregyházán, ami azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára egyszerűbbé fogja tenni az ügyintézést, legalábbis akik vonaton közlekednek, azok egyúttal a mindenféle ügyeiket is elintézhetik a vasútállomás épületében. Az, hogy egy kormányablaknál 350 vagy ettől több ügytípus is elintézhető, jelenti azt is, hogy csökkent a bürokrácia és gyorsabb az ügyintézés? Tehát egy kicsit az ügyfél szemszögéből teszem fel a kérdést. Én azt gondolom, hogy sikerült ezen a területen nagyon komolyan előrelépni. Ugye nyilvánvaló, hogyha valaki ügyfélként bemegy akár egy nagyon bonyolult ügyel, annak az az elvárása, hogy az minél hamarabb, minél gyorsabban elintézésre kerüljön. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években ez ügyben nagyon komoly előrelépés volt. Nyilván van mit javítani, mi is figyelemmel kísérjük az egyes kormányablakoknak az ügyfélterhelését, az egyes ügyeknek az alakulását, változását, és próbálunk rugalmasan úgy kialakítani ezeket a rendszereket, hogy minél inkább segítségére legyünk azoknak, akiknek valamilyen valós mondjuk bajuk van. Egy másik kérdés is felmerül, hogy ha ennyire vagy ilyen mértékben szélesedik ki az e-közigazgatás, az elektronikus közigazgatás, akkor ennyi ügysegédre és ennyi munkatársra szükség lesz a kormányablakoknál. Ugye korábban volt szó arról, hogy a járási hivatalok, kormányhivatalok egymás között létszámokat átcsoportosítottak, ez még ugye a kezdeti lépésekkor volt megfigyelhető, és azért az is szóba jött időközben, hogy esetleges létszámleépítés is lehet ebben a szférában. Most ez a kérdés hogy áll? Én azt gondolom, hogy létszámleépítés nem fog bekövetkezni ebben a szférában. Újabb és újabb feladatokat vállaltak át a kormányhivatalok, és ennek én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
mi is meg tudunk felelni. A cél az az, hogy azokat a kollégákat, akik ezeken a területeken dolgoznak, azokat egyrészt anyagilag megbecsüljük, másrészt pedig egy olyan képzési rendszerrel segítsük a munkájukat, aminek a segítségével többféle ügyet is el tudnak intézni, és még inkább átlátják ezeket a folyamatokat, és még inkább el tudják gyorsan, hathatósan végezni azokat a feladatokat, amikkel megkeresik őket. Én azt gondolom, hogy az emberek jelentős részéről fontos dolog a személyes kapcsolattartás, tehát amellett, hogy nyilvánvalóan elektronikus alapon lehet sok ügyet intézni, sokan igénylik a személyes találkozót, a személyes beszélgetést az ottani kollégákkal is. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a közeljövőben az elektronika ennyire kiváltaná a személyes kontaktusokat. Kormány megbízott úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.